Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Az egyik nézőm megkért, hogy nyissam ki a pekeket, amit gyűjtött videóba, és igazából elfogadtam a hát úgymond kérését, vagy ajánlatot, hogy én nem tudom, és kinyitom most neki ezeket a pekeket. Van 85 darab, ami egy kicsit azért soknak tűnik, úgyhogy van egy pár ilyen új serre Coca-Cola-s pekje. Hát arra kíváncsi leszek, hogy fogok kapni valami jót belőle. Most szóval van egy csomó pack, úgyhogy valószínűleg az ilyen értéktelenebbeket nem fogom belevágni, mert rohadt hosszú lenne a videó. Úgyhogy kezdjük és ennyit a packeket. Szerintem egyelőre haladjunk szépen sorban, kezdjük egy pro packkel. Abból még akár lehet is valami jó igazándiból, de hát ez most így nem jött össze. Van itt egy daily player-es pack. Hát abból nem igazán fog semmi jönni. Leba. Másik déli playeres packből pedig egy agyei. Mi? Agyei. Oké. Na nézzük ezeket a share Coca-Cola packeket. Szerintem ezt valószínűleg vásárolta magának, még amikor lehetett. Úgyhogy nézzük őket. A másodikban egy Liga 1-es tókán van. Hát nem tudom, hogy gyűjt-e a tocokat, hogyha igen, akkor most örülhet neki, hogyha nem, akkor hát akkor nem tudom, tehát majd valószínűleg jó lesz abban a 100 program tokenes plenbe. Hogyha nézzük a következőt. Semmi. Moimbi. Következő Coca-Cola-s packben még egy toc token. Hát jól van. A következő pack. Eddig még nem kaptunk elitet a Coca-Cola-s packből. Az én akkuntumon én már egyszer kaptam elitet. Az pedig egy Raheem Sterling volt. Sajnos csak 10k, de jó játékos egyébként, úgyhogy igazából örültem neki. Úgyhogy ja. Még egy Tots token, most viszont egy Szíria ás. De elit az még mindig sehol. Hát ad majd egy elitet, de eddig nem úgy néz ki. Még 6 darab ilyen Coca-Cola-s pack van. Nézzük Bonfire tokenek. Hogyha gyűjti még a Bonfire tokeneket a kedves akkunt tulajdonos, akkor most örülhet, mert rengeteget kapott. Úgyhogy ja, nézzük akkor tovább, még több Bonfire token. 3 darab Coca-Cola-s pack maradt, és 0 elit. Hát azért, na, azért adhatna egyet. Kívánom, hogy ebből a kettőből adjon legalább egyszer. Nézzük. De hát nem nagyon ad az a helyzet, gyerekek. Nézzük akkor. Oppá, egy Celebration token. Hát nem tudom, hogy ez kell neki. Jó, jó. Tehát ez már egy jó félepek volt. Nézzük akkor a... Hát ezeket a team, az új Team of the Week-es pack-eket. Hát igazából... Hogyha nem ad semmit, akkor nyilván ki fogom őket hagyni videóból, de hogyha kapok valami játékost, akkor ezt belerakom. Hát az a helyzet, hogy ez volt az utolsó Team of the Week-es pack, és lófasz nem jött belőlük. Úgyhogy ezeket mindegy, szóval sem érdemesek ezek a packek igazából. Már valamikor ad elit játékost, konkrétan ingyen, az azért eléggé jó. Nézzük ezt a Daily Warm-up packet. Ez milyen pack? Ez az eventes pack. Hát jó van. Jó az. Na nézzük a Token Exchange pack. Ja igen, ezek a packek. Hát ezeket én igazából nem nagyon szeretem, mert nem adnak olyan tokent, amit kéne. Hoppá, egy Rasa kap. Az talán nem olyan rossz. Nem tudom. Azt tudom, hogy a német és a francia kupa 15 000 környékén van. A kettő trophy pack. Jó, van. Van itt egy pár gyengébb pack. Például gondolok itt ezekre a trophy pack-ekre. Hát azokat valószínűleg ki fogom hagyni, mert rohadt hosszú lenne a videó, de tényleg. Csak az ilyen értelmesebb pack-eket fogom belevágni. Úgyhogy a training token az nem rossz. Azt kell, hogy mondjam. Még egy training token. Az se rossz. Azt kell, hogy mondjam. Menjünk tovább. Egy flag piece.
Hát ő nem tudom, hogy ezt hova szeretné rakni, majd valahova berakja igazából. Akkor a 10 trofis packet azt majd meglátjuk, azt belerakom videóba, abban még lehet elit is. Na srácok, a 10 trofis packet nyissuk, hát ad egy elitet vagy többet. Oppá, és ott az elit trófea, plusz még ezen kívül egy aranyat is kapott, meg egy ezüstöt, a többi mint bronz, de egy elit trófea, 10 packből. Teljesen korrekt. 85 pluszos játékos, ugye a Kanada Day Player-es izé, hát ez De Jongot fogja adni, nyilván egyébként. Szerintem csak őt adhatja, szóval ja. Na ezek majd itt jó pekek lesznek itt a legvégén. Itt egy Bonfire, vagy Summer Celebration Reward. Hát ez egy tokent adott, jó. Van itt egy hazardos, ja de hát ez ilyen meccses, tehát ez csak ezt tudja adni, oké. Okay. Jól van srácok, van itt egy pár player pullos pack. Ezeket nem ajánlom senkinek, tehát egy random player-t ad, ami nagy valószínűséggel bronz lesz, maximum silver, tehát és azt hiszem egy silver trófába kerül. Inkább a silver trófákat rakjátok az arany trófás plembe, mert ez rohadtul nem éri meg, most is láthatjátok, hogy semmi jót nem ad. Szabovics. Nézzük az utolsót. Kit ad, ami EUX. Hát meg sem próbálom inkább kejteni a nevét, mert elég érdekes. Nézzük, mit ad az angliai National Champions Pack. Hát ad egy aranyjátékost, így is nem. Loftus Cheek. Hát ez jó név. Training, drill packek. Nézzük akkor a Flag Reward packet, hát ad egy zászlót, de nem adott, flagpiece-eket adott. Na nézzük, mennyit ad a következő Summer Celebration Reward. Ó, ja, akkor ez a first finish. Hát, hogyha jól számoltam, akkor 7-et, igen, 7-et kapott. Hát, elmegy. Na, Team of the Season-ös és ilyen celebration-ös packek vannak. A legjobbakat hagyom a végére, tehát a celebration packeket hagyom a végére. Ultimate Tots Reward. Akkor ezek igen, ilyen tokeneket fognak adni. Hát igazából nem tudom. Most nem sok értelme volna ezt se belerakni a videóba igazából, mert tudjuk, hogy mit fog adni. Hát jó. Gyorsítsuk fel. Ez 3-at adott. Ilyet is lehet. Azt hittem, hogy egyesével adogatja. Egyébként én még hát ennek a live eventnek a megjelenése óta nem csináltam egyet se, csak a first win-eset. Ahol pedig hát a garantált egyet, meg a kettőt osztam. Vagy 3-at? 3-at. Egyet, meg a 3-at megkaptam. Szóval ez nyilván egy first win-es pack volt. Jó van, most esett le. Jó, hagyjuk. Közben meg már így elbeszéltük ezeket a packeket is. Akkor már kinyitottuk őket. Na, alapró packet nézzük meg. Hát, ad egy elitet, vagy többet. Nézzük. Húha. Hát ez elég ratyi volt. Na ja, na de most jönnek a legjobb packek. A legjobb event eddig ez volt szerintem. Ez a Summer Celebration event. Eddig legjobb. Gyűjtöttem egy 98-as Quaresmát, jó van 94-es, de a boostok miatt 98-as lett. Rengeteg coin szereztem, illetve nagy esélye meg lesz 94 dumbia is. Úgyhogy nézzük akkor, eddig csak coin szokat adott, de nem tudom egyébként, hogy gyűjtem most éppen valakire a tulajdonos, az akkunt tulajdonossal, de lehet, hogy neki is jönne egy pár Celebration token, úgyhogy várjuk azokat is a packekből, és kaptunk is egyet. Jó. Remélem, hogy kell neki, mert hogy meg... Ó, 10.000 coins, ez viszont nagyon jó. 10.000 coins, az nagyon jó. Adhatna egy játékost is például, gondolom. Tehát azért azok jobb pénzekért mennek. Még egy token.
Nézzük akkor a következő packet, 2500 coins, hát igen, nem túl szép emlékeim vannak ezekkel a 2500-as quixelekkel kapcsolatban, és kaptunk egy Thornstrat, aki sajnos már 10.000 coins-t sem ér, de legalább egy játékos. Fogjuk fel így a dolgot. Jól van. Nézzük akkor a maradék pár packet, 2500 coins, utolsó 4. Egy 25k-sat akár bedobhatna, így a legvégén 2500. Még egy nullát az mögé rakhatná az IE. Fogalmazás 1-es, ülj le, nem baj. 2500 coins megint. Utolsó 2 pack van hátra, 2500 coins. Nagyon boldog vagyok. Na, utolsó pack, nézzük! És egy Thornstra. Kaptunk még egy Thornstrát így az utolsó packben. Hát jó. Nézzük meg, hogy plembe így hogyan is állunk. Hát a pack, vagy hát a 94-es változatokat nem igazán gyűjti. Szóval nem is kellett volna az a sok Celebration, sok kettő Celebration token. Ziyech-et váltotta ki. Hát ő... Hol is van? Itt van Ziyech. Hát igazából ez sajnos már nem lehet meg valószínűleg. Vagyis hát meg lehetne, csak Jörgensent és Morinot akkor meg kéne venni hozzá. De az a 6 darab token még kijöhet, szóval... Ezt most az akkun tulajdonosának mondom, hogyha... Én azt javaslom, hogy próbáld meg ezt kigyűjteni, Jörgensent és Morinót, hogyha akarod ezt a 93-as Ziyech-et, akit, vagy hát aki, csak úgy megjegyzem, hogy rohadt jó, akkor vedd meg őket. Morino az egy 80k körül van, tehát nem azért, azért nem a legolcsóbb. Mennyi pénzed van? 20, hát... Nem tudom igazából. Most mondhatnám, hogy adj el a játékosokat, ezeket az elit játékosokat, amik nincsenek benne a kezdő felállásba. De nem tudom, hogy még úgy kijönne a pénz rájuk. Mondjuk van egy Jörgensenje, amint látom. Hogyha Hazardra kicserélni, akkor Jörgensen meg van oldva. Thornstra az van, packből. Ziyech is ugyebár, és akkor igazából már csak egy Morino kéne, aki szerintem kijönne, hogyha eladná ezt a sok elit játékost, ami itt van feleslegesen. Szóval én azt tanácsolom, hogy ezt a 93-as Ziyech-et gyűjtsd ki. Van még rá egy napod, és 23 staminád van, tehát ma este fogsz tudni gyűjteni 4 darab packet, plusz a napi stamina refill-lel az már 8 darab pack összesen. Az éjszaka alatt feltöltődik a stamina 12 pack. Hát nem tudom igazából, próbáld meg kigyűjteni, hogyha sikerül a tokeneket megszerezni, akkor pedig várst ki. Ezt javaslom neked. Na de én meg köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! We'll be right back.